Now turn up. Jó, jobban nem kínozom. Oké. Így né. Oké, letöröllem dolgokat, és akkor itt elvileg én el fogom vezetni ezt a benzincsövet, és akkor így, körülbelül itt elvágom. Így. Jó, ez megy vissza a toboszkával, ez még jó lesz valamire. Valamelyik géphez. Na, most rá kéne játszanom ugye a benzincsövet ide. Úgyné. Oké, rajta is van. Szerintem ennyi, elég neki. Hát ott nem lesz annyira akadékba. Itt el tudom húzni. Jó. Akkor hol van ez a valami? És akkor ezt a valamit meg úgy rakjuk föl. Így. Ja, írtátok ugye, hogy elvileg itt van egy mi a fene. Na, itt van a két alátét, ugye, amit mondottam. Ugye ez a egyik lépcsős, mindkét lépcsős, akarom mondani, ez meg csak a sima lépcsős. Tehát azért így nem teszek plusz egy alátétet, mert minek? Mert ugye ez a műanyagot nem fogja átszakítani, mert hogy ott van alatt az a fém alátét. De viszont írtátok, hogy elvileg kéne lenni egy kis hajszál vékony, célna vékonyságú rúgónak. Hát nem tudom, ez szerintem nem az, mert ennek van valami kiképzése. Szerintem ez nem az. Mi ez lenne az, amit visszatol, visszahúz? Hát, azt mondja, várjatok. Na, itt is van egy ilyen kis vékonyka. Ilyesmire gondoltok? Nézzetek oda. De ez mit húz vissza? Szivatót visszarántja. Ugyan? Lehet, hogy visszarántja a szivatót, mikor de hova akasztom azt ott be? Azt mondja, hogy nem tudom, ez hogy működhet. Hát hogy ebből van kettő is ilyen kis, nem, ez nem az. Ez van, itt van még egy olyan kis vékonyka. Lehet, hogy ez lenne az. De ezt nem tudom hol beakasztani. Na mindegy, figyeljetek, én ezzel nem vacakolok, én megpróbálom akkor azt, amit én kitaláltam. Lehet, hogy megvan valahol a rugó, vagy tudom, hogy mutattam, meglátjátok miket. Na most melyik volt az új szímeringem? Ez volt a használt szemét valami. Ez szerintem ez az új, nehogy itt összekeverjem. Nos, akkor azt kéne csinálni, hogy megpróbálok egy benzincsőből válok egy darabkát, és akkor azt oda fogom szorítani, azzal akarom mondani, oda fogom szorítani. Ebből a vaskosabbikból vágok egyet szikével, egy vékony kis szeletet, úgymond, aztán meglátjuk, hogy mit érjek el valahogy, mit sem. Egyszerre vágom egy erősbe, egy ekkora darabot, egy ilyen kis szűk darabkát vágok, aztán figyeljetek most, talán valamit tart ez is, tehát nem lesz, nem ugrik olyan könnyen vissza, hát ha visszaugrik, akkor majd módosítok, akkor keresek valami rugót, mert valószínűleg valami biztos, hogy kellett ott lenni valaminek. Na és akkor egy ilyen kis vékony kis szűk szeletet vágtam ide, ezt ide ráteszem, hát ippek, hogy rámegy a csavar helyére, na mindegy. Kell két anya ide, egy, kettő, meg akkor egy nagyobb alátét még itt van. Az egyik alátét meg is van. Ezt akkor rávágom. Jobb, hoppá! Na nem úgy van, ám. Ezt be kéne a szivatót is akasztani. Nem úgy van az. Hogy csak úgy bekenjük sárra. Ugye? Így. Na. Úgy. Oké. Így, és akkor elvileg ez már mozgatható. Így. És akkor rávágjuk.
Tankszellőzőt meg, ja, ezt meg eldugjuk ide hátra, azt jó van egyelőre, nem foglalkozok vele. Lehet, hogy nem itt a konkrét hely, a fene se tudja hol van, de minden esetre most ide én bezsúfolom. Ott a kapcsoló lesz, hoppá, akkor valahol be kell vagy nyomnom előre. Na én ezt már nem nyomtam be előre, ide becsúsztatom. Így is jó ez szerintem. Minél a kapcsolóban most nem batakolok. Arra kíváncsi, hogy elindul-e a dolog. Valamit elértünk el ez a dologgal, vagy sem. Persze egyszer most felrakom a gyújtást, trafóját. Hát, most se nagyon fogja. Mindegy, még húzok rajt, mert nincs meghúzva teljesen, ugye? Még ezen tudok húzni. Még mindig lötyög. Ezt meg ugye azért meg kell húznom fixre, mert ugye hát a karburátort ezt fogja le. Aha, most meg már lehet, hogy nem lesz jó a technikám, de meg kikopik. Elég nehezen tudom meghúzni, mert ugye most azt rászorította rendesen. Lehet, hogy vaskosat vágtam. Aha, tudom mozgatni, látjátok? De így most nem jön ki, ne féljetek. Így ott marad, az kész. Ahogy né. Oké. Na, gyújtás, hát lehet, hogy nem lesz ez így jó, most nézem, hát ott valami nem lesz jó. Már a gyújtókábelnek is valahol kell mennie. Hogyan van ez a valami? Így. Benzincső az ott elfér, jó. Ez itt elfér, jó. Jó, elvileg minden a helyén van. Még majd be kell állítani. Tehát a benzincső az ott elmegy alatta, de nincs akadékba, jó van. Talán nem, nincs összemoszulva se, jó. Hát ez meg, hogy hol megy föl ide, vagy valahogyan valami helyet keresek neki. Nem tudom, hogy ez volt-e neki kiképezve valami hely, fogalmam sincs. Nem néztem annyira. Ezt meg ezt az érzékelőt, vagy ezt a csatit meg beállítom ide a két micsoda közé. Karburátor csavarállítóhoz, ami megvezeti ugye magát a csavarhúzót, oda szépen beállítom közé, ezt akkor itt fölött el tudom húzni a kábelt elvileg. Akkor úgy jó lesz. Talán. De ugye nem húzom meg nagyon fixre még. Csak meg. Így, jó. És akkor előveszik a célszer számunkat. Ide bevágom. Úgy. Oda bevágtuk szépen, és akkor most föllazítom. Úgy be tudott most menni itt szépen. Csak megkeressük a mágnest. Aha, most csipte oda. Jó, Franco. És akkor most húzzuk fixre. Most nézem, az a két kis vékony rugó lehet, hogy a körmök alatt volt, mert ott vannak ilyen kis vékony rugók szerintem. Akkor az sem. Majd valamit más nem eszközölök oda. Vagy vékonyabb benzincsövet kéne vágnom, szerintem. Így. Oké, jó van, jobban nem húzom meg. Elpörög. Jó, Franco. Nos, figyeljetek, hát itt van még egy-két alkatrész, ugye látható, hallható, meg mit tudom, mit csinál. Na, menjél be a helyedre. Úgy, valahogy tűnjél el onnan itt. Más szerintem most hirtelen nekem nem kell. De még ide egy szimmering. Azért nem ártana beletenni oda a szimmeringet. Most, hogy ha meg akarom próbálni, ugyebár. Szerintem. Jó, ha van ott is egy szimmering, ugyebár. Jó. Úgyné. Hát, ja, remélem, hogy... Jó, Franco. Oké. Úgy nézem, hogy jó rá. Jó. 13-as kulcsa megpróbálom beütögetem. Lehet, hogy nem a legjobb megoldás ez. Kicsit nagyobb kéne a kulcs, ami jobban átéri. Na, ez talán jobb lesz, szélesebb. Úgy.
megszélesebb pofája. Ó, prima. Úgy nézem, hogy mindenhol bent itt van a helyén. Jó, Franco. Na, kérem szépen rádobjuk a mi a fenét. Berántót. Berántót ráteszem, tankszellőző, oké. Okay. Hát most a mi a fenét nem kötöm be. Na, mit akartam hirtelen mondani? Nem tudom. Jó, hogy ez a csavar. Ide alulra jön egy. A stop kapcsolóját nem kötöm be, jó? Azt hagyom a francba egyelőre. Szivatóval le tudom állítani, ha leg... Ha, vittu, persze. Ja, itt a leállításon gondolkodok, ugyan már királylány, mi? De nem úgy van az. Mint hogy Móricz kell képzeltem. Na, ha miért nem mész bele? Hogy a francba nem megy bele, pedig hát... Szerintem ennek a csavarnak oda bele kell menni, na azért mondom. Hát remélem jó szívvel ingettettem bele, amit az újat. Bízokben. Na, mik vannak itt még? Ajaj, elfőttek a csavarok, még van itt egy kis rövidke. Ez jó lesz ide. Úgy rövidke. Elég érdekesen, mintha feszülne rá ez a berántó rész. A csavar nem is a helyén van. Egy kicsit föllazítom ezt, nem húzom meg annyira. Tudjam igazítani. Ja. Érdekes. Érdekes egy megoldás, de talán elkapja. Jó, belement. Jó van, Franco. Mégsem ment bele. Miközben ki is ugrott, hogy elengedtem. Na, menjél már bele. Hát a kipufogó, ja, tényleg kipufogó is itt rovad. Ajaj. Hát azt meg föl se raktam. Ügyes vagyok. Na mindegy, most nem is az a kipufogó van itt a hangsúly. Hanem van egy szikránk. Ja, megnézzük ezt a gyertyán. Szépen, ami benn volt, úgy, ahogy kell, tudom, nem így kell, drót kefével, de hát a leged. Végén is mindig így tekert, így pucoltunk gyertyát, azt jót. Úgy, né. Ó, prima, olyan szikra van, mint az állat. Prima, bele vágom így, ahogy van, az kész. Jó. Na. Persze csak addig akarok eljutni, tényleg kipróbálni, hogy... hogy nem értem-e valamit vele, vagy sem. És hogy elindul-e? Így legalább. Ki tudja. Na. Szivató ugye. Működik. Stabil. Áll. Mint az állat. Hát, most ezzel mit csináljak itt? Ó, bakker, tiszta maszak. Arra nézzetek, hogy néz ki. Így tegyem rá, de ugye nincs is tömítése alatta. Újúj, hát most így ráteszem, a tiszta dzsúva lesz megint minden. Az érdekes lesz. Na mindegy, figyeljetek, most tudom, hogy ezért megkapom megint a hívet. Ráteszem így egyelőre, aztán meglátjuk. Úgy csak egy próba lesz, hogy bedúrom vagy sem. Hát koszos lesz, koszos lesz, most nem tudok mit tenni, ezt nem mostam el tényleg. Kipufogó nélkül meg azért nem akarom, ha netalánten elindul, nem akarom itt üzemeltetni, nem biztos, hogy örülnének itt a szomszédok, meg nem biztos, hogy jót tesz a gépnek. Mondjuk itt sem biztos, így annyi, hogy így legalább koszos lesz a gép talán, de úgy meg, ja. Hát most megint a levegőszűrő, úgy néztem, hogy ezelőtt amit néztem a videót, az enyémén az Arizona innen patent szerűen volt megoldva, tehát ki, de ebben én nem látok olyat. Vagy volt, van egy másik külső kerete, de hát azt nem találok én olyat. Olyat én nem találok, hogy van egy külső kerete neki pluszba. Hogy ami esetleg rá. Na minden lefelé esik már.
Ami esetleg ráfogta volna ezt a micsodát ide. Ugye, ide. Nem tudom, hát ráteltem így, de nem sok értelme nincs. Na figyeljetek, hát így néz ki most a gép. Egy kísérletezés meg lesz, jó, megpróbáljuk. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Jó, bakker, megint nincs benzin keverve. Jó van, atom. Na, akkor keverjünk egy kis benzint. Szokásos módszeremmel lögybölünk ebből is, abból is, aztán jó van, sosem éregetem. Miért is kérem én itt a benzint, vagy az olajat? Amennyi eső, éppen belefolyik, belefolyik. Jó, ennyi, elég bele. Én úgy döntöttem. Többször elmondtam, én csak ne kövessétek a példámat, persze mérje, aki úgy gondolja, mérje pontosan. Én régen a Simóba is úgy szoktam bele a tankba az olajat, utána öntöttem egy benzint, az szavasz. Jó lett, amilyen. Mégis elmentek. Nos, meg volt a benzinlögyből is. Akkor beleburítom a tankba. Tehát látható, hogy most öntöm bele. Eddig még nem is volt benne semmi. Úgy, né. Hát egy félig van kb. A tank. Az per kb-ra. Hát aztán most lehet rangatózni, mint az állat itt. Megpróbáljuk itt benni, jó? Nem akarok kimenni. Egy élő egyenesbe úgymond, hogy most raktam össze, aztán meglátjuk, hogy lesz-e belőle, vagy valami, vagy sem. Na, megpróbáljuk akkor a... Ugye ez a primer pumpa, ezen nincs. Itt rángatózni kell egy darabig. Elvileg ugye, jó, leveszem ezt a hülyeséget róla. Elvileg ugye most még megtelik a rendszer, egy kis idő kell neki. Úgyhogy, jó, szivatót rájam aztán, hajrá. Hát nem számoltam hány hégletet, 30 biztos volt. Na kérem, vissza lenyomom a csodát, szivatót. Na kérem, ugye most, hogy is van beállítva, egy másfél, ugye? Vagy egy és fél. Az L van egyen, a micsoda meg félen. Na, jó értettem ezt a micsodát pont rossz helyre. Na, most akkor az L, a fő, az alsó, azt kéne először az alapjáraton, az abban ezt a hülye csavart, ezt nem tudom megtalálni, az alapjárati csavart, az hogyan állhat. Na, megvan, azt hiszem, azon tekerek még befele, ezt meglátjuk. Húzok rá egy szivatót még. Lehet, hogy sok az alapjárat, így visszaveszem. Az a baj, ezt... Az a baj, nem hosszabb csavat húzók kéne lehet, mert nem ér be odáig. Na figyeljetek, az ellen... De előbb pedig eltalálta szerintem, mert akkor éreztem, hogy tekerek a csavarom. Na most teker. Most tekerek kifele. Sok volt neki szerintem. Az a baj, hogy...
most megint eltévesztettem. Na most az L, L csavar egyen van ugye. Akkor tekerek rá egy felet. Kifele, persze. Hát szerintem túl sok benzint kapod, ez köpködik ki a benzint ide. Nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire se. Szerintem sok az anyag neki, vagy nem tudom mi a francér, vagy összességében, szar az egész. Nem tudom. Na vissza, az elcsavadba állítjuk akkor vissza egyre. Így, né. Ezen az alapjáratim meg egy kicsit betekerek, jó. Egy valami nem tetszik, emberek, itt ágygatom, de viszont nézzetek oda, a benzint fröccsöl ide ki. Látjátok, hogy fénylik már a tető? Valami nem gömbölyű. Abszolút. Lehet, hogy tényleg a membránok, Isten tudja mi a franc, vagy összességében gány az egész, de valamiért visszadolgozza a benzint.
füst van. Igen, szépen vissza is jöttem. Most így néz ki, kicsike felöltöztettem. Rátettem a ugye, levegőszűrőt. Hát állítgattam, nem nagyon akar összejön az alapjárat, mit nem mondjak. Nem nagyon akar, szerintem, igen, elképzelhető, ugye még az a membrán se tökéletes, meg úgy összességében semmi. Tehát nem 100%-os a kicsike. Úgyhogy valahol vagy még falsos szív, vagy Isten tudja mi. Vagy így összességében már lehet, hogy dugattyuk is, a gyűrűket meg sem néztem, mennyire kopottak, vagy mennyire se, ugye azt csak visszatettem, a dugattyút aztán jó van. Tehát a gyűrűket is meg kell nézni, de nem probléma, hogyha úgy van, akkor szétkapom a francba azt a kész. Na, most kapcsolt vissza, bekötöttem, látható már, bent van, tehát akkor ráteszem egyesre, ha elindul. Hát lehet, hogy másra indul, kérem. Húzok rá, szivattól nem kell neki szerintem. Még mostanában nem járt. Na, húzok neki egy szivatót. De csak jó kötöttem be a kapcsolót, hát akkor valami nem gömbölyű. Na, vigyeljetek, húzok rá egy fél gázt. Ez se tetszik neki. Oké, szivató vissza. Félgázt veszem róla, már sok neki. Na, megyek fel füstbe. Akartam vágást ezt készíteni, de valahogy a kuplung folyamatosan hajtotta magát a kuplung harangot. Tehát, hogy már átadtam a fűrészt, mozg már ment is a lánc. Ja, úgyhogy nem nyert el tetszésemet, abszolút, így meg nem akarom használni, így meg mármint vágást tetszett, csak akarok csinálni, mert hát ez így nem jó. Ez így nem jó. Motorikusan fogjuk rá, bár biztos halljátok, hogy nem az igazi, lehet, hogy mi kéne állítgatni a csavarokon. Megpróbáltam, ugye egyre kitekertem az L-t, 3/4-re, a 1/4-re, nem tudom, a hát. Hogy túrát szépen veszi meg mindent, csak viszont az alapjárat az valahogy nem akar beállni. Az hol kicsit följebb pörög, hol... Mondjuk most addig nem volt már levegőszörű minden, most rátettem a fedelet, láttatok mindent. Nem tudom, most ott benne normálisan muzsikált, úgymond mikor indítottam. Aztán meglátjuk. Hát ugye a vágást ezt kellene, de hát ugye az a kuplunga nem tudom megoldani. Majd megnézem az Arizona videómat, hogyan vannak összerakva, milyen sorrendben ott is a kuplungnál az alkatrészek. Nagy úgy járjak mindezzel kis hektel. És megpróbálom akkor úgy megkeresni ezeket az alkatrészeket és úgy sorba rakni. Akkor talán normálisan fog működni, már úgy, hogy nem, hogy a rángatom nem fogja a láncot egyszerre vinni, mert így most egyszerre fog a kuplunk valamiért, nem tudom miért, de valamiért fogott a kuplunk. Nem, fogalmam sincs, mit találta. Vagy nem tudtam oda, nehéz a gololom ezt és egyszerre, nem tudom, nem mindegy, hagyjuk a francba. Amit találtam, azokat pakoltam oda, meg általában amik szoktak lenni, ez a nagy tányér, meg a maga. Erről nincs videó, mert mondom, minek, úgy akartam, hogy összeszórom, aztán kijövök egyet, vágok vele, de hát ez így nem jött össze. Na mindegy, majd legalább lesz még folytatása, úgyhogy ez a megkis hűrész még itt nem ér véget, még a vágást eszel tartozom nektek, meg esetleg a hibajavítással megnézni, hogy mi a probléma. De egyelőre nekem az is egy jó szempont, hogy elindult, hát azt nem mondom, hogy stabil alapjárata van, de szivatóval indítható, úgyhogy így kicsit már másképp muzsikál a gépezet, mint mikor ide került hozzám.
Jó, ennyi lett volna akkor ez az egész, aztán valamelyik a Mekivel folytatom. Úgyhogy ez a része még a Meki nincs vége, tehát még lesz folytatása, jó? Mindenkinek legjobbakat, Csákány, sziasztok!